Két arany, négy ezüst, két bronza, a budapesti vizes úszó mérlege. Magyar szempontból a hazai sikereket már kivülállóként figyelt a korábbi szövetségkapitány világbajnok versenyző, aki volt a sportág első embere is, a mostaniról is megvan a véleménye, az akár elnökváltást is ígérő közgyűlés előtt. Hargité András a stúdióban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E... És ne el azt, csak hogy most hagy, büszkekedjek el azzal, hogy megszületett az első ifjúsági világbajnoki aranyérem, ami hát eddig nem volt, és, és most egy váltó van. van így van, így van, a tehát, a tehát a, ne, nem állunk le, nem, nem állunk nem. le. Hol nézted a világbajnokságot? Kint voltam. Végig? Úgy volt, hát helyek Helyelközel, igen. igen. Mert a régebben beszélgettünk erről, és akkor még nem tudtad, hogy kint leszel, nem leszel kint. De aztán végül is én, na van, nekem van szadás, az a sport az utasporthoz, úgyhogy... A szívet kivitt. Persze, uh -huh. persze. É, és hogyan értékeled ezt a hazai világbajnokságot? Ha azt mondjuk, elhangzott ez a minden idők legsikeresebb világbajnokság, és ez persze lehet nézni rendezői szempontból is, láttál nagyon sok helyszínt életedbe, versenyzőként is, sportvezetőként is, de meg hát persze aztán majd válaszol külön a magyar szereplés speciális kérdéseit. Hát, szóval, mint rendezők? Hát, mint rendező, az, hogy két év állt a rendelkezésünkre, ez szerintem ez egy maga a csoda. De hát ez egy, ez egy fantasztikus dolog, amit, amit Magyarország ebben a szempontból letett az asztalra, ettől tényleg el voltak hájulva. Most nem csak attól, hogy milyen gyönyörű volt a környezet, mert sohasem volt még ennyire szép a környezet, hanem az, hogy ez alatt a rövid idő alatt mit tudott megvalósítani Magyarország. Tehát ez tényleg nagyon jó volt, és én valóban sok nemzetközi eseményen részt vettem, most nem csak azért, mert engem egyébként is ide húz a szívem, de ez, ez egy tényleg egy, egy csoda volt. A másik, ami szakmai résszel, tehát már az úszással Igen. kapcsolódik, hát ott azért voltak az én számra, mondjuk csalódások, szerintem más számára is Igen. voltak, szerettük volna, hogy esetleg egy kicsivel több az aranyérem, szerettem volna, hogyha Kenderesi Tomi, tehát azért beváltja a reményeket, amik egyébként is saját magától is elvárt volna, nagyon szerettem volna, hogyha Gyurta Dani be tudja bizonyítani, hogy sokkal-sokkal több munkát végzett el már azóta, hogy mint hogy Rióban hát ilyen módon szerepelt. Tehát azért voltak ennek azért olyan oldalai, ami talán jobban sikerültett volna, viszont voltak olyan oldalak, amiket nem vártok, gondolok itt a váltóra, ahol viszont meg nem vártunk élmet, és hogy mégis sikerült. De ez a sportnak ez a sajátossága. De hogyha végignéztél ezen a világbajnokságon, és most ugye említetted azóta az újabb sikereket, most a legfrissebbet ifjúsági VB aranyról ra tehát az, hogy a fiatalok, hogy a fiatalok a maguk érettségéhez és korához képest hogyan szerepeltek, és most nem csak az érmekre gondolok, hanem a jelentősebb helyezésekre, akkor jó -e az összkép? Mindenképpen azt gondolom, hogy igen, mert hát először is ezek a fiatalok még tényleg nagyon fiatalok, hát éppen még csak befejezték az ifjúsági Európa bajnokságot, ahol szintén nagyon jól szerepeltek, és indultak már egy felnőtt világbajnokságon, gondolok itt Milák és Tófal Tehát ő előttük áll a világ, Hál' Istennek a magyar sport és a magyar úszósport tele van tehetségekkel, csak ezeket aztán be kell váltani. Ha Budapesten te lettél volna, úgy alakult volna, mi lett volna, ha a szövetségi kapitány, hát. akkor a legizgalmasabb szakmai kérdés most mi lett volna ezen a vb Hát azt hiszem az, hogy, hogy ki milyen számban indul, és hogy lehet-e annyira halmozni a számokat, itt most persze hosszú inkább gondolok elsősorban, hogy egy nap akár két olyan számot is leúszott, de mondjuk a korábban Windsorval a világbajnokságon, ami a szintén egy világbajnokság jó lehet az egy rövid pályás, meg egy csökkentettebb létszámú világbajnokság, ott azért megcsinálta ezt naponta. De ez mindig a, a, a pillanattól függ. Tehát azért gondolj csak bele, hogy ez eltelt egy pár hét, és utána tehát egy olyan versenyen vesz részt kapunk, ahol, ahol nem tudott a saját számában győzni. Tehát a sportdinamizmusa, az, hogy az utcások mennyire ennyire dinamikus, ez, ez ezt jelzi. Tehát nagyon nehéz. Szerencsére nem voltak ilyen gondjaim. Igen, mármint, hogy neked kell volna ezen dilemmázni. Kívülről nézve a Sós utód jól dolgozik, jól dolgozott? Mert úgy tűnik, hogy akármilyen viharok vannak az úszós portákban, meg a szövetségben, ebből kiemelkedik, mint aki, mintha egyöntetően egy bírna a szakmabizalmat. Ezt engednek, hogy ezt hagyd ne kommentáljam. Én azt gondolom, hogy a, a, a szövetségkapitánynak egy teljesen más feladata van az úszósportban, mint mint egy másik szövetségi kapitánynak. Itt tulajdonképpen az elmúlt évek munkája az, amit az edzők és a versenyzők beletettek, és aztán utána ez beérik. Most nyilvánvaló, hogy egy nyugodt légkör is kell ehhez, Csaba ezt nagyon jól csinálja. Amire mondtad, hogy nem akarod kommentálni, tehát a személyes viszony, vagy nem akarod őt minősíteni? Hát nem feladatom nekem, hogy őt minősítsem. Egy biztos, hogy ő hosszú évek óta a testnevelési egyetemen az magyar edzők edzőképzésében aktívan szerepet játszik, tehát nyilván sok minden dolgot át tudott adni a, az ő gondolataiban, a, a gondolataiból a versenyzőknek, illetve hát az edzőknek, úgyhogy ő a sportában nagyon népszerű. András, mit gondolsz a... Nagyszerű hazai világbajnoki rendezésben, és a habár uh, hiányérzetekkel is bíró, de mégiscsak uh, eredményes, uh, jó uh, szereplésben együttesen. Mekkora szerepe volt uh, az úszósport elnökének Binnert Hát semmi. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon régóta tartó folyamat. Most, amikor azt mondom, hogy ez régóta tartó folyamat, edzők, versenyzők és a Szövetségkapitány részéről, akkor itt meg kell Kislászlót is. Természetesen nem, azt gondolja valaki, hogy most az elmúlt fél évben vagy két évben történtek, és akkor ott én készítettem fel ezeket a versenyzőket, úgyhogy hát az ő munkája is ebben nagyon benne van. Most ugyanígy az elnöknek a munkáról is szólni kell, tehát az, hogy ide Budapestre 2017-ben világbajnokság jöhetett, ez nyilvánvalóan az első 23 évben év munkája, Jáfás Tamás munkájának az eredménye. Ő készítette elő, ő, tehát, tehát gyakorlatilag ő csinált mindent. Most az utolsó fél évben, tehát januártól kezdve, az új elnöknek nyilván ebben nincsen, nem is lehet szerepe, de azt is hozzá kell tegyem, hogy a Magyar Úszó Szövetségnek különböző okok miatt, nagyon megalapozott okok miatt a, a világbajnokság rendezésében nem volt szerepe. Az egy más kérdés, hogy a Magyar Úszó Szövetség elnökének, Gyárfás mint a FINA alelnökének, mint a Magyar a 2017-es VB Szervezési Bizottságnak a, az alelnökének nyilvánvalóan neki van szerepe, de a Magyar Úszó Szövetségnek ebben nincsen szerepe. Tehát ezt én nem feltétlen, hogy mondjam, hibának mondanám, hanem ez egy, ez egy természetes dolog. Na de, az ember azt gondolná, hogy egy ilyen kiemelkedő és jó szériára, hogyha jön egy új elnök, akkor tulajdonképpen föl kell ülni a hullámra, hagyni kell, hogy menjenek a folyamatok, és azt mondja utána az úszó közösség, hogy hát nem vettük észre az új elnököt, nem vettük észre az elnökváltást, zökkenőmentesen történt, minden jó nagy. Ehhez képest nem ez a helyzet a magyar úszósportban, hanem gyakorlatilag akár a tisztúítás is felvetődhet, bár nem biztos, hogy az lesz itt a következő közgyűlésen, de elég nagy a háború, ebben te is elmondtad a véleményedet, korábbi nagyságok elmondták a véleményüket nyílt levélben, az elnökségi tagok jelentős része elszivárgott, eltűnt, lemondott. Mi az, amit a mostani elnök rosszul csinál, és hol rontotta el szerintem? De amikor a kezdetben mi egyeztettünk feladatokat és elképzeléseket, akkor két tőlem tanácsot, hogy mit javasolnék neki. Hát először azt mondtam, hogy tartson jó kapcsolatot a sajtóval, ez szerintem ezt megtette. A másik pedig az, hogy, hogy támaszkodjon Gyárfás Tamásra. Hát ott van az egy 23 év tapasztalat, ott van egy nemzetközi tapasztalat, erő, tehát most ehhez képest ő mindig azt hogy mindig Gyárfás Tamással szemben határozta meg magát, ami hát nyilvánvaló azért nem jó, mert azért, amit a magyar úszósport az elmúlt időben elért, azért most most ez nem Gyárfás Tamásnak köszönhető, de az ő munkája is bele volt. Tehát ezek jó eredmények voltak, ezek szép eredmények voltak. Most ezeket a programokat leállítani, gondolok itt mondjuk például, vagy lelassítani, gondolok egy jövőbajnokai programnak, hiszen azok a gyerekek nyernek most egyébként majd a ifjúsági világbajnokságokat. Tehát ez, ez nem szerencsés dolog. Eleve úgy meghatározni mindent gondolom valaki kedvér, hogy ha Gyárfás Tamás ezt csinálta, akkor én direkt nem csinálom azt. Sőt, hogyha ha van lehetőség arra, hogy nemzetközi szinten jelölni embereket, aki Gyárfás Tamás embere volt, azokat nem jelölöm, vagy Akkor azt hiszem, hogy, ha, hogy, hogy, hogy ez egy a nevekkel való játék, de mindenképp igaz erre a helyzetre, hogy Gyárfás Tamásnak hosszú az árnyéka. Bina Gustav szempontjából. I igen, biztos, hogy igen, de egyébként jó szójáték is, egyébként valahová így hát van. Igen, hát azt mondom, hogy mindenki Tehát benne e van e a főszereplők közül. Na most ettől függetlenül még lehetett volna minden jó, de az elmúlt fél évben sok minden dolog ígérődött, hogy így mondjam, de aztán ez nem várt be. Na most a, a, a magyar sportnak, az úszás sportnak nem az volt az érdeke, hogy még a ezeket még a világmenőség előtt felszére hozza, és akkor ott ezeket változtasson, de utána már nyilvánvalóan... Most meg igen. fog történni, vagy legalábbis valami történni fog. Te azt elmondtad, mások is mondták, te határozottan mondtad, hogy nem jó helyzet, de az a helyzet, hogy hosszú katinkáékkal szemben nem érdemes elnöknek lenni ma a magyar úszósportban. Na most, itt vannak esetleges jelöltek, potenciális jelöltek. Te kitartál most a legmegfelelő személynek? Vladár, Szene, Fűries? Hát úgy tűnik, hogy Vladár lesz az, akiben a konszenzus alakul ki, de, de bármi lehet, ugyanis most az elkövetkezendő időben, tehát most szeptember 1 lesz egy közgyűlés. Elméletileg ennek a közgyűlésnek még akár az is lehetne, Egyébként azért történik, hogy, hogy legyen egy új elnökválasztás. Igen, ám de ez egy furcsa sportjogi helyzet, hogy a közgyűlés azt fogja tárgyalni, amire a közgyűlések kírják a programot. most abban az esetben, hogyha abban nem nincs érje, hát ha abban nincs egyetválasztás, akkor, akkor. Na most me, lehet, nem tudom mennyi időnk van, de a lényeg az, hogy a közgyűlésnek van, egy, van egy, egy programja, hogyha oda még érkeznek javaslatok, azt az elnökségnek meg kéne tárgyalni, előterjeszteni a közgyűlésnek. Na de nincsen elnökség, hát van három ember elnök alelnök titkár, tehát ennyi, tehát semmi több. Az hát egyik igen, csak a nekkor játszik a titanikon, hát, úgy tűnt. Hát, Gyakorlatilag ez, na most ez, ez határozatképtelen az elnökség, hogyha az elnök ezt saját hatáskörébe vonja, és majd ő dönti el, akkor könnyen lehet, hogy azt mondja, hogy már pedig az elnök kérdés. A Vladás Sándor megfelelően Én szerintem igen, ő között egy olyan konszenzus alakult ki, amire azt gondolom, hogy sokan támogatják, még Én... a katinkáik is. Innen folytatjuk majd szeptemberben megfelelő nap után. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.